Köszöntöm a Tellen a magazin nézőit, Bence Péter vagyok. Elkészült Tolnaváros költségvetése, mely alapvetően a stabilitást tűzte ki célul. Appelszofer Ágnes polgármester úgy nyilatkozott, a tavalyi koncepció, mely jelentős tartalékokat képezett a szükséges költségek finanszírozására, jól bevált, így az idei tervezet is ezt követi. Az idei évben 2,8 milliárd forintból gazdálkodik majd a város. Gazdálkodási szempontból bizonytalan a jelenlegi helyzet, hiszen nem tudni, hogy a vírusjárvány milyen hatással lesz erre, mondta Appelszofer Ágnes polgármester. A tavalyi évben is úgy fogadta el Tolnaváros képviselőtestülete a költségvetést, hogy a város üzemeltetés és a kötelező ellátandó feladatok költségén kívül a többit tartalékba helyezte, és ebből finanszírozta az aktuális költségeket. A koncepció sikeres volt. De nagyon fontos az, hogy a város és az intézményei működjenek. Hát azért vannak olyan kötelező feladatok, amiket konyha nyelven szólva, ha törik, ha szakad, meg kell valósítani. Ilyen például az intézmények működtetése, tehát a tolnai közös hivatalnak működnie kell, az intézmény működtető központnak, az óvodának működnie kellett, oda gyermekétkeztetést kellett tervezni, ugyanaz iskolákat ugye az állam tartja fenn, az iskolai étkeztetés az önkormányzat feladata, a közművelődés megszervezése az önkormányzat feladata, a családsegítő központ működtetése az önkormányzat feladata, azoknak a hátrányos helyzetű embereknek akár anyagi segítsége, ami, hogyha esetleg olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy valami rendkívüli támogatást kell nekik adni, úgynevezett segélyeket, akkor az is az önkormányzat feladata. Tehát én azt gondoltam, hogy ezek sokkal fontosabbak annál, és ezek a kiadások nem kerülhetnek veszélybe azért, mert mi szeretnénk még egy játszóteret, vagy járdát építeni, felújítani, vagy utat felújítani. Tehát én azt gondoltam, és egyébként most is azt gondolom, hogy az első az a város biztonságos működése. Örömmel kell azt mondanom, hogy a tolnai cégek nagyon remekül működtek, és az iparűzési adó bevételeink nagyon jól teljesültek a tavalyi évhez képest. Gyakorlatilag több teljesült, mint amit eredetileg beterveztünk. Ennek a logikának az alapján készítettük egy gyakorlatilag a idei évi költségvetést is. Ebben az évben 400 millió forint iparűzési adóbevétellel terveztünk. Egyelőre mi nem terveztünk azzal az iparűzési adó kedvezménnyel, amit a kormány döntés alapján a kisvállalkozók adó kedvezménye jelent, hiszen egy kormánydöntés nyomán gyakorlatilag ezt a bevételt kiesést a kormány kompenzálni fogja részünkre. 2,5 milliárd körülbelül az a fő összeg, ami a város rendelkezésére áll. Ebből nyilván az intézmények működtetése, a Telena Kft. Működtetése, a hivatal működtetése is benne van, és itt a közvilágítástól elkezdve gyakorlatilag minden olyan kötelező feladat, amit a város ellát. És aztán vannak benne néhány olyan önként vállalt feladat is, amit nem feltétlenül kellene a városnak ellátnia. Értem ezzel mondjuk a sporttámogatást, a sportfinanszírozást, a sportegyesületek támogatását, amit szükségesnek gondoltam, mindazok ellenére, hogy bizonytalan sok minden, akár még lehet bizonytalan ennek az évnek a bevételeiben is, de mégis a sportegyesületek támogatását én nagyon fontosnak tartottam. Az állami normatíva körülbelül 3,3%-kal lesz nagyobb idén, mint az elmúlt esztendőben volt. Az utóbbi években minden fillért megkapott Tolna abból, ami a központi költségvetésből járt. Hogyha az intézményekről beszélünk, akkor saját forrást is nyilván hozzá kell tennünk. Például a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 37,5 millió forintot teszünk hozzá az állami normatíván túl, az intézmény működtető központ működéséhez, amiben egyébként a gyermekétkeztetés is benne van, 70 millió forintot, az óvodához több mint 110 millió forintot, és a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár működéséhez én azt gondolom, hogy egy elég tetemes összeget, 72 millió forintnál is nagyobb összeget teszünk hozzá.
ez a 72 millió, ez nem azt jelenti, hogy ezt mi programokra tudjuk költeni. Ez azt jelenti, hogy ahhoz a kb. 30 millió forintos állami normatívához, amit kapunk, ehhez még hozzáteszünk 72-t, de ebből van az épületek működtetése, rezsik, a dolgozók bérének a finanszírozása, és akkor ezen felül nyilván a programok, amiket hát nagyon bizakodó vagyok, és remélem, hogy az idén meg is tudunk szervezni. Az óvatos gazdálkodás nem jelenti, hogy lemondunk a terveinkről, és ezek megjelennek a költségvetésben is, mondta a városvezető. Ez a kb. 2,5 milliárd forint, ez tartalmazza igen azokat a pályázatokat, amik már folyamatban vannak. Értem itt ez alatt különösen például a kerékpárutas pályázatunkat, vagy értem a bölcsődés pályázatunkat, ezek nagy összegű pályázatok, de hát van benne egy jetás pályázatnak az önereje is néhány millió forint erejéig, amit még ugyan nem nyertünk el, de hát nyilván a pályázat benyújtásakor vállalni kellett az önerőt, tehát ezt bele kellett építeni a költségvetésbe, illetve tartalmazza azt a kb. 30 millió forint összegű útépítéses pályázatunkat, amit még a tavalyi évben megnyertünk. A pénz itt is van, és az idejében fogunk megvalósítani, tehát az idejében fogjuk megépíteni az utat. Ez a költségvetés tartalmazza egyébként a utak, járdák felújítására körülbelül 40 millió forintot, és a zöld felületek, parkok gondozására szintén kb. 40 millió forintot különítettünk el. Ez nem azt jelenti, hogy 40 millió forintért fogunk járdát építeni. Ez azt jelenti, hogy erre a sorra bérekkel együtt, tehát a járdaépítő embereknek a bérével együtt, és a Telen a Kft. Működésével együtt, tehát mind bele van tervezve ebbe a kb. 80 millió forintba. Úgyhogy ez egy elég tetemes összeg, és azt gondolom, hogy talán egy kicsit előrébb is tudunk haladni ebben az ügyben, hiszen elég rossz állapotban vannak a járdáink és az útjaink, és talán most lesz lehetőségünk arra, hogy ezeket valóban meg is tudjuk valósítani. Az önkormányzat szabadon felhasználható forrása meghaladja az idén a 43 millió forintot. A Peszafer Ágnes azt mondja, a jövőbeni tervek között prioritást érvez a városi vízelvezető rendszer korszerűsítése, és az erre beadandó pályázat önereje is a rendelkezésre áll, és tervben van egy újabb összekötő út építése a 6-os főközlekedési úttal, mely gazdasági célokat szolgál majd. Én mindig félek akkor, amikor először meglátom a számokat, és aztán mindig a végén az derül ki belőle, hogy magabiztosan gazdálkodtunk az elmúlt években, és sokkal több tartalék képződött egyébként tavalyi évben is, mint amennyi az azt megelőző évben. Tehát óvatos vagyok e tekintetben, de nagyon bizakodó is, és azt gondolom, hogy az új osztályvezető asszony, aki gyakorlatilag most a vázát rakta össze ennek az egész költségvetésnek, ugyanúgy ennek a szellemében töltötte ki a sorokat. Tehát gyakorlatilag mindenben van tartalék. Nem lesz probléma, hogyha mondjuk a hivatalba egy új embert fel kell venni, ennek nem lesz pénzügyi akadálya. Tehát vannak benne olyan tartalékok, amiket nyilván, ha nem használunk fel, akkor az év végén meg fog maradni, vagy esetleg évközben át lehet csoportosítani és fejlesztésre fordítani. De én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy valós költségvetés készüljön. Ne hazudjunk se magunknak, se a választóinknak, se az államkincstárnak. Tehát a valós tervezett bevételeinket tervezzük, és azokat a valós kiadásokat, amik kerül, vagy már korábban döntés született, vagy tényleg tervezzük őket. Tehát én nagyon bizakodó vagyok, mondom még egyszer, és azt gondolom, hogy ez a költségvetés, ez tartható lesz a főösszeg tekintetében mindenképpen. Most rövid reklám következik, majd hírt adunk arról az akcióról, melynek eredményeként jelentősen csökkent a környezetkárosítása a tolnai külterületeken. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk. Jó
jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Felszámolt a Tolna önkormányzata az egyik legnagyobb illegális hulladéklerakót a város külterületén. A településen már hosszú ideje okoznak problémát a törvénytelen szemétlerakók. A helyi önkormányzatnak most egy pályázat segítségével nyílt lehetősége a Lőtéri út megtisztítására. Ezek a felvételek még tavaly novemberben készültek, utóbbi pedig már idén az egyik legnagyobb megtisztított illegális szemétlerakóról, a Lőtéri útról Tolnán. A város önkormányzata még tavaly pályázott a Tisztítsd meg az országot című programra, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium hirdetett meg. Reményeink szerint valóban a Lőtéri úton befejeződött az illegális hulladékoknak a gyűjtése és elszállítása, bár épp kezemben ugye fotókat tartok a kollégáink, az ellenőrzést, a kontrollt jelen pillanatban végzik, hiszen ezt is dokumentálnunk kell. Meg is kell róla győződni, illetve majd a pályázati elszámolásnál is ugye be kell mutatni, hogy ezt a tevékenységet maradéktalanul elvégeztük, hiszen a pályázatban azt vállaltuk, hogy a Lőtéri út mentén a feltárt, felmért területen teljes egészében megszüntetjük az illegális hulladéklerakókat. Innovációs és Technológia Minisztérium írta ki önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók meg felszámolására a pályázatot. Ez a pályázat ez kimondottan önkormányzatokra és önkormányzati tulajdonú területekre vonatkozott, de ezzel párhuzamosan civil szervezeteknek, illetve gazdálkodó szervezeteknek is írtak ki pályázatot, annak a határideje, a pályázási határidejét meghosszabbították január 31-ig. Tudomásom szerint tolnai szervezetek is pályáztak, kerestek bennünket együttműködve, ugye szolgáltatóval nyújtottak be pályázatot gazdasági szervezetek is illegális hulladéklerakók megsemmisítésére, felszámolására. Ennek a területnek a megtisztítása az kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert azért közben volt némi havazás, olyan körülbelül 3 hetet ölelt fel. Illetve hát most még mondom, az ellenőrzések, utómunkálatok elképzelhető, hogy még lelünk föl kisebb-nagyobb lerakatokat, azokat nyilván még összegyűjtjük, elszállítatjuk, illetve hát folyamatos a megfigyelésünk. Tehát már ugye a munkálatok megkezdése előtt közben is kiemelt figyelmet fordítottunk a területre. Volt is egyébként tettenérés, pont a megfigyelés időszakában, aki illegálisan akart hulladékot elhelyezni, hát ott a munkatársaink a szükséges eljárást kezdeményezték, ami folyamatban van. Úgyhogy jövőben is nyilván kiemelten fogjuk figyelni a területet, tehát a célunk az, hogy ezt a megtisztított állapotot fenntartsuk. A terület megtisztítása során megközelítőleg 200 köbméternyi szemetet szállított el az egyik hulladékfeldolgozó cég. Az önkormányzat dolgozói csatlakoztak a munkálatokhoz. Gép és kézi munkával történt az elmúlt hetekben a gyűjtés. Szerencsések voltunk, hála Istennek, hiszen az időjárás engedte, lehetővé tette, hogy a munkálatok itt téli időszakban is sikerrel befejeződjenek. Nem volt nagy havazás. És hát tudtuk az előzetes felmérések szerint is, hogy nem kis mennyiséggel állunk szemben. Ugye ez egy vegyes hulladék, tehát építési törmeléktől lombhulladékig, kommunális hulladékig volt található a területen. Nem tudom még a pontos adatokat, a szolgáltató valakit a legjobb ajánlatot adta. Egyeztettem a reggeli órákban, körülbelüli hozzávetőleges adatokat, számadatokat már tudtak mondani. 200 köbmétert meghaladó mennyiségnél tartunk jelen pillanatban.
de hát sajnálatosan azt kell mondjam, hogy a város közigazgatási területén ennél jóval a nagyobb illegális mennyiségű hulladék van még lerakva, elhelyezve. Azok nem önkormányzati területeken vannak, de tudjuk sajnos, hogy ez egy kis részfeladat, amit most el tudtunk végezni. A törvény szerint, aki illegális szemétlerakást követel, akár 150 ezer forint bírságra is számíthat. Berta Zoltán alpolgármester szerint a városban több illegális lerakó is van. Reméli, az elkövetkezendő években még szigorúbb szankciókkal lép fel a hatóság a szabálysértők ellen. Sajnos a közigazgatási területünkön elég sok helyen, vagy azt mondom, hogy mára már szinte általános jelenség sajnos az illegálisan elhelyezett hulladék, holott működik az ökoudvar tolnán, tehát nem is kell a városból elmenni. Itt helyben van lehetőség arra, hogy szabályozott keretek között a hulladékot le lehessen adni, el lehessen helyezni. Ez nagyon fontos, a szabályozott, hiszen ez a hulladék, ez nem csak, ami a határban található, nem csak a szemet szúrja, szemet bántja, hanem nyilván ennek egyéb környezeti hatásai is vannak, tehát ez egy erős környezetszennyező hatással jár. Bízom benne, hogy ha apró lépésekkel is, de haladunk előre, és el tudjuk fogadtatni azt az emberekkel, hogy a hulladéknak a hulladék lerakókban van a helye, még akkor is, hogyha éppen esetleg valamiért fizetni kell, bár a határba kivinni szinte sokszor járhatatlan területekre, én úgy gondolom, az még nagyobb költséggel és feladattal jár, illetve annak a kockázatával, hogy tetten érés történik, az meg ugye elég komoly vonzatot fog eredményezni. Úgyhogy remélem, hogy a szigorú szabályozás az a jövőben is még tovább fog szigorodni, szankcionálni fogják az illegális szemételhelyezést, illetve bízom benne, hogy egyre többen gondoljuk úgy, hogy egy tiszta környezetben szeretnénk élni, és ezt szeretnénk megteremteni és fenntartani. Szoktam volt mondani kollégámnak, aki a városlapját szerkeszti, annó mondtam, és még újságban is kértem, hogy egyszer cikként megjelenjen. Ugye ez egy ilyen vezérmondatunk, hogy olyan környezetben élünk, amilyet teremtünk magunknak, hát rajtunk múlik, mindnyájunkon múlik, hogy lesz-e körülöttünk szemét, vagy egy tiszta és egészséges környezetben tudunk élni. Kevesen sportolnak a tolnai gyerekek, és akik szeretnek is mozogni, közülük is csak egy maréknyi csoport szeret és tud korcsolyázni, pedig mámorító érzés a befagyott tavakon siklani, mondja Klem Zsolt testnevelő tanár. A tavakra azonban csak körültekintően szabad kimerészkedni, mert könnyen beszakadhat alattunk a jég, ha nem tartjuk be a szabályokat. A regulákat a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakembere ismertette. Hiába a helyismeret a több évnyi korcsolyázás. Gyorsan megtörténik a baj, ha a befagyott tóra enyhe időben merészkedik az ember. Szentes Nándor azonban nem ijedt meg, amikor beszakadt alatta a jég. Azt mondja, a tolnai Dunaholtágnál nem mély a víz. Másrészt azért sem esett kétségbe, mert korcsolyázni társaságban jár, és baj esetén van kihez fordulnia. Hókiütőt pedig éppen azért visz mindig magával, hogy azzal megütögesse a jeget megfelelő vastagságú-e. Idén most először, de már évek óta vártam, hogy végre kijössek. Mert hogy előtte sosem volt már, sok-sok év volt a rendes jég, és ezért érdemes kockáztatni, de csak egy kicsit. Tolna megyében a hétvégén mínusz 10 fokig hűlt a hőmérséklet. Természetes vizeink befagytak. Ám az idő enyhülésével a jég is olvadni kezdett, és korcsolyázás közben jól lehet látni, ahogy mozogni kezd. Ez pedig éppen azt jelzi, hogy nem szabad rámerészkedni, mondja Akkerman Zsuzsanna, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője. Főszabály szerint tilos a szabad vizek jegén tartózkodni korlátozott látási viszonyok között, járművel, kikötők, illetve veszteglőhelyek területén, valamint a folyóvizeknél. Ha igen tartózkodunk, akkor egyedül arra kell figyelni, hogy minél határozottabban, lassan, nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk a tóvizén, illetve lehetőség szerint egy arra alkalmas bottal ellenőrizzük azt, hogy ráléphetünk-e arra a jégre. Több személy együttes sportolásakor arra kell figyelni, hogy a kellő távolságot azt tartsuk be egymástól. Nagyon fontos, hogyha egyedül tartózkodunk a jégen, akkor mindig nagyon nyugodtan, megfontoltan, egyenletesen kell haladnunk, és esetleg meg lehet győződni egy bot segítségével arról, hogy az
előttünk lévő jég az megfelelő szilárdságú-e. Ha pedig már megtörtént a baj, akkor is több szabályt érdemes betartani. Ha beszakadt a jég alattunk, akkor az a legfontosabb, hogy azonnal feküdjünk hasra, és minél nagyobb testfelületünkkel, arccal a part felé próbáljunk meg kijutni a part irányába, lassú, kúszó mozdulatokkal, majd minden lehető eszközt vegyünk igénybe, akár egy bottal, keresztbeti, vagy ne kerüljünk a jég alá. Ha pedig jég alá kerültünk, vízbe kerültünk, akkor kerüljük el a felesleges mozgásokat is, és azonnal hívjunk segítséget. Klem Zsolda, Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium testnevelő tanára is azonnal korcsolyát húz, amint befagy a Duna. Azt mondja, mindig körültekintően kell kiválasztani a korcsolyázás helyszínét. Egy-két-három napig lehet igazándiból korcsolyázni, és ilyenkor az ember kompromisszumosan bizonyos kockázatot bevállal. De igazándiból én itt ackóztáztatom helyiként, aki ismeri a vizet, tudom, hogy milyen mély, tudom, hogy hol az a nagyobb vastagság, ami ki szokott alakulni. Tehát igazándiból én itt ackóztáztatom, hogy vizes leszek. Kicsit lendületesebben kell bemenni. De hangsúlyozom, mi bevállunk egy olyan fajta kockázatot helyiként, amit nem biztos, hogy mindenkinek ajánlok, illetve hát nem szerencsés. Tehát, hogyha véletlenül valaki lemegy, véletlenül se menjen egyénileg le, tehát mindig legyen valaki társ, aki tud segíteni, vagy segítséget hívni, hogyha van valami. Mert bizony, hogyha valaki beszakad, akkor nagyon sokszor ugye azért szakad be, mert gyenge a jég. És egy gyenge a jég, akkor a visszamászni a jégre nagyon nehéz. Általában azon valaki beszakad a közepén, vagy beljebb, akkor a partig törni kell magát kifelé. Vagy, amit egy megoldás, amit többször alkalmazhattunk, máshol, hogy hassal kifekszik az ember ég, és akkor megpróbál belőle én kimászni. A korcsolyázás az egy mámorító sportág, hogyha saját véleményemet mondhatom, siklik az ember. Ráadásul itt szabad korcsolyázásról van szó, tehát olyan természeti környezetben, hogy tényleg bámulatosan gyönyörű az egész környék. Úgyhogy ha mód van rá, és már elég biztonságos ég, mert tökéletesen biztonságos sosem lehet, ezt hangsúlyozom. Na, 8-10 cm-es égnél akkor már biztonságban rá lehet menni. Két biztos dolgot tudok mondani. Az egyik az, amikor kisebb gyerekkel egy fakutyát, vagy bevásárló kocsit, vagy széket szoktunk csak szépen kitenni a jégre, és azt tolni. Ez létrejön olyan testhelyzet, amitől gyakorlatilag oltatlanul magától megtanul. Igazi biztonságot még akkor tud szerezni, hogyha nem arra koncentrál. Mi például úgy tanultunk meg igazán jól élbiztonságot szerezni, hogy rögtön korongozni kezdtünk. És akkor nem azzal foglalkozott az ember, hogy na, el ne esek meg, hogy csúszok, hanem ott a korong, és menni kell. Nem volt mese. Tehát a korcsolyázás az nem egy tömegsport, tömegeket megmozgató sport itt a környéken. A testnevelő tanár hozzátette, a fiatalok nem csak korcsolyázni nem járnak, úgy általában nem népszerű a mozgás a gyerekek körében. A gimnáziumokban bevezetett digitális oktatás miatt a testnevelés órákat is másképp kell megtartani. Klem Zsolt edzésnaplókat vezettet a gyerekekkel. Így ellenőrzi, hogy a tanulók elvégezték-e a feladatokat. Már egy jó páran visszajeleznek, hogy már annak ellenére, amit én kiadtam, illetve azon felül, amit kiadtam, már önmaguk is azért belső igényel élnek és mozognak. De ez még mindig nagyon kis százalék. A többség sajnos belekényelmesedik ebbe. Probléma a mozgás. Nagyon a probléma. Még egy érdekesség az, amit mondok, ugye testnevelőként évente felmérjük a gyerekeket. És ugye osztályoznunk is kell annak ellenére, hogy készségtantárgy. És az osztályozásoknál a saját magam által meghatározott szinteket évente lejjebb kell vinni ahhoz, hogy ne szülessenek olyan szörnyűen csúnya osztályzatok. Klem Zsolt a motiváció miatt nem ad rosszabb érdemjegyeket, mert úgy véli, a leromlott jegy még inkább a gyerekek kedvét szegné. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!